Rosszabb helyzetben vagyunk-e, kedves jó testvéreim, mint Szent István király volt annó? Krisztus hívei, szeretett testvéreim, nem olyan régen egy személy megkeresett, és elmondta, hogy édesanyja elhunyt. Nagyon szomorú volt e kapcsán, hosszú betegség után, magas korban, tartalmas élettel, noha ő azért imádkozott, hogy édesanyja ne szenvedjen, mégis hatalmas szenvedéseket kellett átélnie, és nagyon fájdalmas volt az utolsó időszaka. És amikor megtörtént ennek a személynek, az édesanyjának a temetése, akkor, ahogy ez az ember fogalmazott, a temetésen minden Istenről szólt, hol maradt az ő édesanyja. Nem tudott megvigasztalódni, és valahogyan még azt szerette volna, hogy édesanyja éljen. Ami persze érthető, és magától értetődik az is, hogy így reagál erre, de valahogyan, kedves jó testvéreim, hogyha mi Istenben hiszünk, akkor a fájdalmakat, a nehézségeket ilyen helyzetben is meg kell, hogy tudjuk Istenre hallgatva oldanunk. Szent István király, nagyon jól ismerjük az ő történetét, önök talán sokkal többet olvasták, átelmélkedték, mint én, akár itt a templomban is, az oltárképet elnézve, eltemette gyermekét, eltemette a magyarságról, Magyarországról elképzelt vágyát, álmait is egyaránt. És nem esett kétségbe, nem vádolta az Istent, mindvégig megtartotta hitét. És a legnagyszerűbb dolgot tette, a boldogságot szűznek, felajánlotta az országot, a magyar nemzetet, mindazt, amiért ő élt, küzdött és dolgozott. Nem állt meg egy szinten, hanem pontosan tudta és jól olvasta azokat a dolgokat, amelyeket az élet elé hozott. Tudta, hogy kinek hit. Ahogy hallottuk a mai szenteckében, azt gondolom, nagyon alkalmas mind a mi életünkben is, hogy újra és újra, akár minden egyes nap megújuljunk Krisztusban. Hogy tudjuk, értsük, lássuk mindazt, ami velünk történik, az értünk van. Isten gondoskodik rólunk. Isten minden kegyelmet megad számunkra, a mi szabad akaratunk, hogy erre hogyan válaszolunk. Akarunk-e fejlődni, növekedni hitünkben, vagy egy-egy tragédia, szomorúság végképp lehúzza a mi életünket. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi úgy éljünk, hogy minden nap az öröm és háladás ott legyen a szívünkben Isten felé. Sokkal fontosabb, amikor meglátjuk ezeket, hogy mik azok a dolgok, amelyek ma is csodaként itt vannak az életünkben. Melyek azok a dolgok, amelyekkel ma reggel már Isten elhalmozott bennünket. Hiszen felébredhettünk, elkészülhettünk és időben ideérhettünk. Azért, hogy hálát adjunk, hogy imádkozzunk, ebben a csodálatos templomban, amelyet őseink építettek, és amit mi is gondozunk, hiszen napról napra szebb az önök temploma, látva azt, hogy önöknek fontos. Minden támogatást megadnak azért, hogy közösségként itt közösen Istent imádhassuk. Hogy legyen egy helyünk, ahol összejöhetünk hálát adni. Ahogy Szent István kívánta, mi Szent István unokáiként megtartva mindazt, amit ő elgondolt.
amit ő elképzelt. És bár emberileg István király élete talán hiába való vagy szörnyű, hiszen nem úgy történt, ahogy mi emberek sok esetben szeretnénk, elképzeléseink vannak bizonyos dolgokról, de az idő mégis megmutatta azt, hogy így kellett lennie. A tragédiát is Isten felhasználja arra, hogy ebből áldás fakadjék. Hiszen a boldogságot szűz Mária országaként lenni nagy kiváltság. És bár talán úgy tűnik az idők jeleiből, akár itt ebben a városban is, vagy az országban, vagy Európát nézve, minthogyha csatát vesztettünk volna, kevés keresztény, kevés a meggyőződéses, Isten hívő ember, talán mi is lehetnénk itt többen a templomban, de ahogy látjuk, ez nem magától értetődő dolog. Ne a keserűség vagy a fájdalom kovásza legyen, amely átjárja közösségünket, hanem az örömnek, a derűnek, a hálaadásnak, és az Istenbe vetett gondviselő bizalomnak kovásza ilyen mindannyiunk szívében. Ahogy Szent István király ehhez mindvégig hűséges maradt. Kedves jó testvéreim, hallottuk itt az evangéliumban, hogy mi, akik sziklára építjük az életünket, szakadhat a zápor, süvíthet a szél, neki zúdulhat a mi életünknek, de nem dől össze, mert Krisztus ennek az alapja. Sok esetben talán kétségbe esünk, vagy elbizonytalanodunk, hogy mit is kellene másképpen csinálnunk. Talán sok esetben mi is úgy vagyunk, mint ember testvéreink, hogy a sok munka, feladat elvíz bennünket, és mintegy csak az árral haladunk mi is, mit tegyünk ilyenkor? Azt, amit István király tett, letérdelünk Isten elé, szűzanya oltalmát, segítségét kérjük, megkérjük Máriát, hogy fogja meg a mi kezünket, és imádkozzunk együtt Istenhez. És talán nem rögtön, nem abban a percben válaszol az Isten, talán kivár, eltelnek órák, napok, lehet, hogy hónapok is, de előbb-utóbb a mi kitartásunk, a mi álhatatosságunk meghozza mindazt, amiért imádkozunk. Az elmúlt vasárnap hallhattuk az evangéliumban ezt, hogy egy bűnös nő jön, egy pogány nő jön Jézushoz azért, hogy gyógyítsa meg a fiát. És ő milyen álhatatosan kitart emellett, a szándéka mellett, tudja is, akarja is Jézust megkérni valami feladatra. És mi is, amikor Isten színe elő jövünk, kéréseinket talán Isten nem egyből hallgatja meg. Talán fontos az, hogy mi mennyire vagyunk kitartóak, mennyire vagyunk álhatatosak. Mennyire fontos vajon az a kérés, szándék, amit Isten elé viszünk. Esetleg sok esetben úgy alakulnak a dolgok, hogy Isten sokkal jobb tervvel áll elő, mint mi azt gondolnánk. És akkor már öröm és hála van a szívünkben, hiszen Isten újra gondoskodott rólunk, újra megáldott bennünket. Kedves jó testvéreim, legyen a mai napunk hálaadás Istennek azért, hogy összejöhettünk, azért, hogy közösen imádkozhatunk, azért, hogy egymásra figyelhetünk, egymás terhét itt a Szent Misa áldozatban is közösen visszük Istenünk elé, a boldogságos Szűz Máriával együtt. Ő, mint anyai édesanya, mint égi édesanya, örökké meghallgat bennünket, támogat bennünket Isten színe előtt. Nem vagyunk magunk, hanem
annak az országnak vagyunk tagjai, ahová Jézus meghívott bennünket az ő megváltása által. És ahogy hallottuk az evangéliumban, az okos ember házát sziklára építette, és ahogy Szent Pál apostol buzdításából látjuk, hogy újra meg újra megújulhatunk, magunkra öltjük a megújulás szentségét, amely Istenből forrásozik. Ez az öröm és derű éltesse szívünket. Szent István király ünnepén kérjük az ő közbenjárását is, hogy ahogyan ő Istenre tudta bízni életét és országát, jellemezzen ez bennünket is, mindig minden körülmény között, és ami kitartó, álhatatos imádságunk, majd teremje meg mindazt, amit Szent István király nagyjá tette, és a mi életünkben is jelen van, hogy Isten szín előtt majd megállva, immáron Isten színről színre látva, örökké örvendezhessünk. Egy rövid csendben most hozzuk ide hálánkat, köszönetünket, de kéréseinket is, hogy mindig egymásra figyelve Isten előtt álljunk a boldogságos szűzzel együtt.